Sziasztok, Balázs vagyok a Cascade Gardenből, és ezért csinálom ezt a videót, mert végre megérkeztek a Cascade Garden Discworld Soul of Mine 20. évfordulós újrakiadásának a balkerítéi, a CD. Nagyon elégedett vagyok, ahogy sikerült, bár volt némi csúszás, amiért mindenkitől elnézést kérek, és igazából teljesen rajtunk kiváló okok miatt húzott a megjelenés. Szóval kezdjük a borítóval. A lemez kapott egy új borítót, Kostin munkája, és a történet, ahogy ez végül is jött, az úgy zajlott, hogy én kerestem meg Kostint a videómodelőt, szándékoztam csinálni egy szöveges videót, ami végül is nem lett szöveges, viszont amikor megkértem, egy olyan ötlet támadt, hogy mi lenne, hogyha egy új technikáját használná ebben a videóban, és végül is egy festmény elkészítését örökíteném meg. Elmondása szerint körülbelül 100-szor meghallgatta a lemezt, ismerte a lemezt korábbról, rajongó volt, ami teljesen meglepett, nem gondoltam, hogy ismerte a Cascade Gardent 2000-es években. Tehát elmondása szerint a festmény úgy keletkezett, hogy meghallgatta a lemezt rengetegszer, és végül is ezt váltotta ki belőle. Szóval gondoltuk, hogy ezt mi lenne, ha akkor ez lenne a front borítója a lemeznek. Most a lemez esetében ez úgy néz ki, hogy igazából kapott egy előlapot, és a hátulján pedig van egy kis szöveg Kostintól, hogy mit gondol a lemezről együttműködésről, stb. A alatta pedig a lemez eredeti borítója. Érdekessége, hogy C és G, Cascade Garden oldal lett a két oldal elnevezése. A másik dolog, amit megemlítenék, miközben bontom ki, teljesen profi ezt a dolgot, hogy igazából ez a lemez annak idején a számsorrend úgy lett meghatározva, hogy teljesen kazettával gondolkodtunk, tehát alapból volt egy A-B oldal elképzelés, tehát nem igazából nem CD-re készült, és a dolog pikantéria előtt kazettám, és soha nem jött ki majd a 30. évfordulójára. A borítóban található maga a lemez, és egy insert, amit próbáltam úgy elkészíteni, hogy tükrözze a korabeli CD kiadást, tehát igazából egy ilyen fotómontázs szerűség. A másik oldalát épp a szerepet. Tehát a fehér alapon, mert a korabeli CD-ben így szerepelt. A lemez pedig, amit most kibontok, ez a úgynevezett, nem is tudom, barna, szürke, fehér letér. Nem mindegy idején néz ki, egyébként passzol a dizájnhoz, és ugye a lemezből készült végül is egy fekete verzió, igazából a borító minden ugyanilyen, csak a lemez néz ki máshogy. A Digipak CD-n is végigmennék, bár nem tudom, hogy hány embert érdekel. Szóval a Digipak CD esetében Pro. A Digipak CD esetében az egész Digipak felület a Kostin mintája alapján készült, tehát a háttérben a korong a Kostin borítót tükrözi. Az én liner notes-jaim és Kostin liner notes-jaim is itt található, valamint egy korabeli kép. Maga a korong is Kostin borító. Viszont ha kinyitjuk a belső borítót, az végül is a régi borító egy felújított változata. Annyi különbség, hogy ebben nincsenek fekete-fehér oldalak, tehát végig színes. Egy pár korabeli fotót is kibővítettem. A CD érdekessége még egyébként, hogy bónuszszámként, nem tudom mennyire lehet látni, a 2002-es Non-Existent Demo 3 dala is fölkerült. Ezek a dalok egyébként megtalálhatók az alaplemezen, viszont a demo verzió
véleményem szerint egy kicsit nyersebb, és valahogy azoknak a dalokat az a hangzás szerintem jobban áll. Tehát mindig is a demo verzióját referáltam ennek a három számnak. A album verzióhoz képest valahogy pár hangulatot jobban elcsíptünk ott szerintem. Szóval ez az. Még egyszer. A Bakelit lemez, Austin Burritoval és az eredetivel. Két színben. Köszönöm, hogy megnéztétek. Remélem sokakat érdekel a kiadvány. Három videót is készítettünk hozzá, egyet én az Eyewitness című dalhoz, egy szöveges videót, mindenféle montázsokból, és egy kis gitárjáték is látható benne. A Widow Mother Earth igazából ennek a festménynek az elkészítési folyamatát mutatja, és most raktam föl a Song of Tears című dalomnak egy playthrough átjátszós videóját, ami az egyébként a képernyőn is vannak tabok, és a videó leírásában is letölthetők a tabok. Köszönöm! Sziasztok!